Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a középiskolás kiegészítőt fogom folytatni. Folytassuk a dolgokat Erikával, aki gyorsan elküldök WC-re. És Leon már hazaért, ugye az volt a cél, hogy ő most megszerezze az ötöst. És ez sikerült is, ugye ez az egyik élet célja. És ezt kéne megtartani 3 napig, úgyhogy még továbbra is oda kéne figyelnem, hogy jól tanuljon. Erika ugye most volt első nap az iskolába, és szeretném, hogy a következő nap, amikor jön, akkor már együtt jönnének iskolába, megnézhetnénk azt is, hogy ez milyen. Hogy valaki tüntetnek, ott verekednek. Micsoda érdekes dolgok történnek, miután vége van az iskolának. Mi történhetett ott? Úgy látszik, hogy nem fizettem be a számlákat. Ups, lekapcsolták az áramot, kikapcsolják a vizet. Mindjárt hazamegyünk és befizetjük a számlákat. És gondoltam, hogy hát ha valaki majd csinálja itt ezt a kihívást, Steve-Pulse kihívást, akkor meg tudnánk csinálni, de hát nem. Inkább berekednek. Posztolhatnánk viszont, mert az is az egyik élet célja. Erről tudunk posztolni? Jó poszt. Nem is tudom. Legyen a boxról, az összeverekedésről egy energikus poszt. Nem merek nagyon a negatív irányba elmenni a posztokkal, mert arra a múltkor sem érkezett túl jó válasz. Barátságos üzenet mehet Akhajával kapcsolatban. Meg is volt a 3 közben, szuper. Ezek nem fejezek már be itt a verekedést. Úgy látom, hogy tutamu, valami ilyesmi, ő nyert. Jó, menjünk haza. Szegénykém meg elálmosodott itt. Nem kell neked már a padon aludni, ez már nem az a kihívás. Már hazamehetsz, neked van szép ágyad. Vagy legalábbis ilyen közös ágyuk van még. De van elég pénzük, úgyhogy lehet, hogy majd még veszek még egyet, Max. Na, hogy vagy, Leo? Egészen jól. Úgyhogy gyorsan csináld meg a házidat. Nehogy roncsunk kint a jegyünkön. Ezért én ezt a kettő kinézetet, én ezt feladom. Ezt senki nem vette meg. Majd csinálunk inkább. Másikat, úgyis van elég pénzünk. Erika, te légy szíves, fizesd majd be a számlákat, mert se víz, se áram, semmi nincs. 1200 a számla. Azért az elég durva az első számlánkhoz képest. Lehet, hogy a... nem tudom, mi fogyaszt ilyen sokat. Még tévénk nincs is. Mit szeretnél? Valaki szeretné elkérni a telefonszámát. Na jó, rendben. Elküldöm aludni, mert nagyon álmos. Te mit csinálsz? Jó. Pont oda kellett leülni, tanul. Itt a legjobb tanul. Jó van. Sokat lát belőle valószínűleg, de nem baj. Nekem mindegy, amíg tanulsz, addig teljesen mindegy, hova ülsz. De fel ezt a részt nem arra gondoltam, hogy odaülj. Nem mindegy. Arra gondoltam, hogy majd ide jön, és akkor ott tanul, de látszik, hogy azért ez nem alkalmas arra, hogy ott tanulja. Na most szomorú. Nem beszélgetett senkivel. Na majd ha Erika fel kell, akkor beszélgetsz, vagy mit szólsz. Vagy hívjunk fel valakit telefonon? Lehet. Velük miért vagyunk így össze? Veszve. Nem tudom, lehet, hogy ők a szomszédaink közben. Nem vagyunk velük túl jóban. Jó, a házi az kész van, és továbbra is a pokorban elrejtőzve beszélget. Fázik. Ne, gyere be a lakásba, mert nem szeretném azt, hogy megfáz. Gyorsan gyere be onnan, mert még a végén beteg leszel. Te is. Nem kell, hogy te is beteg legyél. Elég, hogy én voltam. Valaki kopogott az ajtón. Ez kicsoda? Paolo.
Miért jött ez ide? Mit akar? Nem értem ezeket a szimeket. Csak úgy átjön. Megírta az extra kreditet is. Úgyhogy még az gyorsan megnézem, hogy mennyire jó. Elvileg fel van készülve a pompom edzése is. Valakivel Erika összeveszett alvás közben. Azt nem tudom, hogy csinálta. Valakivel szosában, úgy látszik. Mert nem válaszoltunk valakinek? Ki lehet amúgy kapcsolni az értesítéseket is. Milyen nincs, hogy magát a telefont kikapcsolod? Le lehet némítani. De olyan nincs, hogy kikedőt lehet kapcsolni. Nem lehet kikapcsolni. Kell egy ilyen mód nekem, hogy ki lehessen kapcsolni. Baszantó. Erika felébredt. Minden baja van szegényemnek, ugye? Gyorsan elküldöm lefürdeni. Aztán enni kéne valamit. Van még valami maradék? Elvileg van? Remélem jó. Neki még nincs kész a háziese, úgyhogy... A kedves se túl jó. Hát, hogy mégiscsak jó lett volna egy tévé. Megint azt érzi Clio, hogy valaki irányítja az életét. Hát, lehet benne valami. De ne menjél most pompogózni, mert neked egyrészt nem is kell, másrészt meg kell csinálni a házidat. Hú, de nincs kedve házit csinálni. Közben itt már elfogadta, igen, az egy napot elfogadta. Egy napja megvan az ötösünk. Hát nem tudom, hogy ez a soli utáni dolog, ez sikerül-e most így ebben szintet lépni. Ez lenne a mai részre a cél, hogy előrébb menjen, és ne visszafele, mert minden alkalommal visszafele megy. Ha most is visszafele megy, akkor én ezt feladom. Komolyan mondom, ezt a pompomó edzést is lehet, hogy mást fogunk kipróbálni, mert nem tudom, hogy miért nem megy előrébb. Lehet, hogy valami bug. Ugye minden teljesítve van hozzá, ami kéne. Az egyetlen, amit ki tudok találni, hogy lehet, hogy valamit be kell állítani, amikor elmegy. Ugye ezt nem tudtuk sosem, mert mindig elkapta, de hát azért, mint Erika. Megpróbáljuk. Gyorsan legyen valamit, mielőtt kezdődik az iskola. Erika nagyon lassan csinálja össze a házit. Közben hallgatja a zenét, úgyhogy nagyon lassan megy. Nagyon ideges. Fura álmoktól. Valamilyen álmot nem teljesítem, amit szeretnél. Mit szeretnél teljesíteni? És ebből teljesítek valamit, akkor jobban fogod érezni magad? Analizálni kell egy könyvet. Oké. Van nálunk egy csomó könyv. Analizáld az egyiket. Ha ettől jobb kedved lesz, akkor megérte. De ha nem, akkor nem tudom. Igen, Erika. Te hogy állsz? Kész van a házi? A házit ezt megcsinálta. Extra kredit az neki szerintem még nincs, mert ő még nincs négyes tanuló sem. Úgyhogy velem így gyakorolunk el. Sokat. Ennyit hatnánk a socialban itt. Vannak üzeneteink. Nem is tudom. Van olyan, akit még nem adtunk hozzá. Az igazgatónőt hozzáadjuk. Ő fogalmam sincs, hogy kicsoda. Mindegy, ne maradjon ki ő se. Küldjünk barátságos üzeneteket. Elvileg ettől ugye nő a barátság, és nekünk nagyon sok barát kell. 10 szám szerint. Úgyhogy mindenkinek küldözgetek. Nem akarta flörtolását küldeni! Ups! Ups! Hát mindegy, most már. Ja, mindenkinek küldtem üzenetet, olyat is, amit nem szerettem volna. Hát, hogy most már elegük is van belőle, mert annyi üzenetet küldtem. Milyen jó kedve van. Táncikol erre a zenére, attól van ilyen jó kedve. Szeret táncolni, úgy látom. Na, ahhoz képest, hogy úgy kelt fel, hogy nagyon rossz kedve volt, most már egész jó kedve van. Nézzük csak meg. Most mind a kettő ki van jelölve, úgyhogy ebben mind a kettővel megyünk suliba. Clio, hogy ilyen rosszul van. Úgy jöttünk el, hogy egészen jól volt pedig. Erre voltam kíváncsi, hogy van ez megoldva, hogy ugye ketten jönnek, és mégis csinálni kell a dolgokat, de úgy látom, hogy ugyanazt kell csinálni, úgyhogy mind a kettőjüknek le kéne ide jönni, és egy kicsit futni ezen a futópadon. Ez itt a feladat.
És várjunk, hogy ha az egyik megcsinálja, akkor el is van fogadva, vagy most ez hogy van? Mert most már mást kell csinálni. Jó, várjunk, hogyha átkattintok rá, akkor mutatja, hogy mi az ő feladata. Akkor te itt még maradjál, bocs. Te maradj még. Csak te mász le. És... nem szerettem volna, hogy be legyenek kapcsolva a modok. Na, most már mindegy. Mert az a baj, hogy akkor ugye rápakol ezt a különböző custom contenteket a szimekre, aztán utána meg ilyen haj nélküli szimek rohangálnak, de mindegy, most már elfelejtettem kikapcsolni. Igen. Neki más is a feladata. Hát igen, az mondjuk nem jó, hogy el kell menni a WC-re. Erika, neked hogy áll a feladatod? Neked is ezt kell csinálni most. Hol mentél? Jó, készen van. Clio teljesen készen van, úgyhogy neki nincs más hátra, mint hogy elmenjen WC-re. Itt lehet maradni most vizsgagyakorlásra. Akkor itt maradunk. Mindenki menjen órára. Mindjárt kezdődik az óra. Gyorsan felküldöm ide őket, mert jó, most már jönnek. És ugyanarra az órára fognak beülni mind a ketten. Mind a ketten elsősök? Mert ő a klassz 1-nek az osztály főnöke, vagy nem az elsőt jelenti a klassz 1, hanem az, hogy a csoportszámot? Lehet, nem tudom. De mind a ketten ide járnak. És ha csak klassz 2-esek lennének, akkor ide járnának? Igen. Na nem tudom, hogy a klassz 2-esek azok már jobbak-e, vagy ők ugyanaz csak... Mint a B-osztály lenne. Miért ilyen flörtölös? Tetszik neki itt valaki? El kéne küldenem... Hát, lezuhanyozni, de... Az nem lesz, úgyhogy csak kezet mostnak küldöm majd el. Hogyha vége van az első órának, vége is van. Elküldöm egy kicsit mostan kezet párszor, mert... Nagyon lehet van a higiéniája. Közben Erika barátkozhatna valakivel. Hova megy? Nem is annyira éhes, úgyhogy nem fontos most ennie. Csak barátkozzon valakivel. A sokkal fontosabb. Úgy annyira tetszik ez a haj rajta, nagyon jól néz ki. Ugye hát azzal a kiegészítővel jött be ez a haj. Kifejezetten tetszik így a játékban is. Igen, és most valakivel barátságosnak kell lennünk, aki itt dolgozik, például vele. Ugye ő egy tanár. De hogy ide jött hozzánk? Meg ő kellett oda venni. Na, akkor ez meg is volt. Clio, te jössz. Neked mi a feladatod? Neked semmi? Hát mégiscsak tudják egymás feladatát csinálni, vagy nem tudom. Te most hova mész? Kivel szeretnél beszélgetni? Vele? Ja, vele. A tanárnővel szeretnél beszélgetni? Igen, nincs, csak beszélgessem valakivel, mert nagyon lent van a szosolya. Neki már nem tetszett, bemutatkozás, Wolfgang. Kérünk tanácsot tőle. Nem tudom, mire, de kérünk. Hát, most, hogy ketten vannak, kicsit ignorálják, hogy mit kérek tőlük. Nem baj, de lehet, hogy azért, mert be van a kapcsolva a custom contentek, vagy a modok. Nem tudom.
Én igazán mit olvasom? Találd meg ennek egy könyvet. Lord of the Sphinx. Oké. Érdekesen hangzik. Olvassuk nyugodtan. Milyen sok idő van most így az ebédszünetből? Mindig ilyen sok szokott lenni? Úgy látszik, hogy most, hogy nem kell, hogy egyen. Most egész sok volt. Nem, és miért lettél ennyire ideges? Nem mond már, hogy nem teljesül semmi se. Az analizálást se tudtam megcsinálni. Valakivel ezt át kellett volna beszélni. Ezt nem tudom ide. Ezt innen leveszem. Ezt nem lehet valahogy itt tartani. Érdekes. Pedig a tanárnővel jó lett volna átbeszélni. A félelmeket. Hát megnézem, hogy hol van ilyen lehetőség, hogy erről beszéljen. Milyen félelmei vannak. Nem találom. Clio nem fog tudni itt maradni, mert neki lesz edzése. Mi van az, hogy neki két csík van? Neki meg csak egy. Mert ugyanazt csináltuk. És ugyanúgy nem volt már öt feladat. Ha az egyike megcsinál a feladatot, akkor a másik, mert nem tudom, megcsinál a feladatot, vagy mi? Nekem most nagyon gyanús, hogy erről van szó. Mindenesetre egészen jól sikerült neki a suli. Erikától jobban le voltak nyűgözve most a tanárok, mint Cliótól. Hát jó. Erika úgy lehet, hogy valami ételt szeretne magának. Cliónak mindjárt kezdődik elvileg a pompom edzése. Hát már nagyon más nem tud csinálni. Na akkor kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy be tudok-e neki állítani valamit. Hogy ne lefele menjen, hanem fölfele. Persze lehet, hogy segíteni, hogyha nem ilyen idegbajosan menne az edzésre. De hát mindegy. Ez van. El is ment. Na, most nézzük. Mit tudok beállítani? Azt, hogy picit jobban odafigyeljen a dolgokra, és keményen edzen. Jó, próbáljuk meg. Hát ha. Erika közben evett. Kéne neki valami skillt a level 2-esre elvinni. Hú, mennyi skillet van! Mennyi minden skillje van már! És melyikben legyen 2-es? Miért lenne a tánc? Annyira szeretett táncolni. Igen, és mikor lesz itt a vizsgára való készülés? Mert gondoltam, hogy akkor esetleg beülhetne. De még nincs. És nem tudom, hogy mikor lesz. Akkor viszont, hogyha az még nincs, akkor az a baj, hogy itt nincs semmi, ahol lehetne táncolni, úgyhogy lehet, hogy nem ez lesz, akkor sakkozzon egy kicsit. Meglátjuk, hogy lesz-e valami óra utáni vizsgagyakorlás. Elvileg kéne, hogy legyen, de most nem tudom, hogy miért nem gyakorolunk a vizsgára. Közben Cleo visszajött a pompom edzésről, nézzük, hogy hogy sikerült. Igen, igen. Hát úgy látszik, hogy ez hiányzott, be kellett neki állítani. Mert most már jó. Legyen az, hogy haza küldöm Erikát, mert itt nem kezdődött el a vizsgára való gyakorlás, és el kéne itt, hogy otthon intézni dolgokat. Itt is vagyunk, és gyakorolnia kéne a pompomozást mindenképpen. Ó, holnap is lesz pompom, de olyan lassan halad vele. Nem tudom, hogy mikor fog így elérni a level 3-at. Na, most kéne egy picit táncolni. Erika megtáncoljon eddig egy picit. Ez a zene, ez nem annyira tetszik amúgy Erikának. Akkor váltsunk valami másra. De aranyos volt, hogy megölelte. Inkább elmegy aludni. Hát így nem lesz meg olyan gyorsan ez a skill. Mi?
Jó hírneve van Cleónak, pozitív tagja a közösségnek. Barátságos, mosolygós, mindenkinek jó élménye van vele, de annyira jó, hogy akár partikat is tud szervezni, ilyen pénzszerző partikat. Érdekes. Ó, magától csinálja a háziát. Nem is figyeltem. Pompomozásból elég volt? Nem. Arra még vissza kell térni. Nagyon rendes, hogy megcsináld a házidat. Tényleg nagyon örülök neki. Pláne azért, mert az ötöst azt meg kell tartani. De holnap lesz pompomezés is. Úgyhogy azt is meg kéne csinálni. De a növényeket se eltanám úgy meglocsolni. Ilyen szépen elkezdtek kinőni, ennek ellenére nincsenek meglocsolva. Mindegy. Oh! Jó vagy? Jó, oké. Nagyot esett. Még mindig olyan kis bénácska ebbe, pedig már olyan régóta gyakorolja. Jó, oké, nem vagy béna, ez egészen ügyes. Oké, készen vagy, ügyes voltál. És megint állása. Elküldöm őt is aludni, mert Erika gyorsan ezt lehetett volna menni aludni. Na, Erikának fel kell kelni, mert eszébe jutott, hogy nem ment el WC-re, mielőtt aludni ment. Pedig, az fontos. Ez kimaradt. Na jó, most már egyen akkor, hogyha felkeltél. Úgy látom, mosogatni nem szednek a lányok, de nem is baj. Mert majd én nem mosogatok helyettük, illetve kidobom. Kis is van a házia. Akkor neki most már tényleg csak a skill kéne, de egyszerűen nem tudom eljutatni odáig, hogy meglegyen a bármiből is. Mi az, amiből a legjobban áll? Karizma. Legyen akkor az. Sokkal jobb ötlet, mert azt itt tudja gyakorolni. Hát ha. Cleót, hogy ez? Még álmos jó. Sikerült a Charisma skillből elérni a level 2-t, az nagyon hasznos lesz neki. Vele 2 barátja van már a 10-ben. Még dolgozni kell ezen. Dolgozni. Közben ezeket el lehet támadni. Illetve... Akár lehetne az, hogy egyet leszedünk. Vagy akkor az összeset. Mindegy. Csak az, hogy ott tudjuk küldetni még egyet. Többet eladjuk. Hát nem volt olyan hidesak. Harvest Fest van ma. Igen. És akkor most kell iskolába menni? Vagy most ilyenkor hogy van? Ebből nem csináltam meg a háziát, igaz? Ja, de megcsinálta. Hol a házia? Jó, hol hagytad a házidat? Ott van. És nem csináltam amúgy meg. Akkor gyorsan megcsinálják a házit. Nem, mert ez amúgy jön az ötöse. Jó, a házi, ez kész, ez egyszerűen nincs, nem baj. Na, most csak azért elmosogat, mert mondtam, hogy nem szeretnék mosogatni. Tudok tőle tippeket kérni a promhoz. És itt tudom megkérni, hogy szavazzon rá. Hát tudom lefürdeni. Megérkeztek a törpénk. De 3 törpe ugyanúgy néz ki. Akkor csak meg kell keresnem annál az egynél, hogy... Hogy is kell őket lekenyerezni. Várjunk. Miért nem mentetek el iskolába? Miért nem mentek el iskolába? Nem is tudok most velük menni, bárbe várjunk. Miért érdekes, hogy most nem kapja el, hogy ketten vannak, hanem ott tartja. Tehát be tudtam állítani mind a kettőnek, hogy dolgozom keményen. Na, még a végén Erikait megcsinálja az ötöstől közel van hozzá. Vagy ötös, négyest még csak. Hazértek az iskolából. Cleónak mindjárt kell mennie edzésre. Pompom edzésre, úgyhogy gyorsan olvasom valamit, mert nagyon rossz kedve van. Viszont megvan a... Megvan neki. Ops, elfelejtsünk el menni. Az ötös 3 napig. Úgyhogy az életszélnek az a része készen van.
Állj, 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 nem, miért pörgetted fel? Nem tudom beállítani, hogy... Mi? Agresszív legyen, és akkor majd attól jobb lesz. Hát jó. Azért pörgette fel, mert Erika közben elment aludni. Csak nekem fontos, hogy be legyen állítva az, hogy haladjanak. Erikának megvan a 4-es. Nagyon rossz kedve van. Ezt szeretném menni kipróbálni. Pompomozni. Nem tudom, hogy ettől jobb lesz a kedve. És mi lenne, ha erre az asztalra tennék egy tévét, tudok? Mert csak azért, hogy a kedvét egy kicsit gyorsabban fel tudjam vinni. Á! Hát ez a tévé, ez túl nagy ahhoz. Ez a tévé, ez jó, de... 6-os? Elég az. Clio visszajött. Hogy ment? Soha nem fogunk élni. Soha nem fogunk élni a kettes szerintem. Olyan lassan halad. De nem is pozitív irányba ment, remélem. Na, Molly szeretne Erika barátja lenni. Szuper. De most akkor miért vesztek azt? Clio ideges. Erika nézi a gyerekcsatornát. És valaki kint meg furján viselkedik. Nem is. Összeszedte a leveleket, és most játszik benne. Jó. Hát csütörtök van, holnap még kell iskolába menni, innen fogjuk folytatni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a része, igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok! It sets me free.